A Mozdulj Közhasznú Egyesület a hétvégén ismét gálát tart. Dr. Tálos Marian, az Egyesület elnöke a vendégem, szeretettel köszöntelek. Hát kettőnk között is nagy hagyománya van már ennek a rendezvénynek, de el kell mondjam, hogy a hatos csatorna és a Mozdulj Közhasznú Egyesületnek is, hiszen évek óta, ugyanúgy, mint most is, a hatos csatorna kiemelt média partnere ennek a gálának. Miért döntöttetek úgy, hogy egy évben sokszor több alkalommal is gálát tartotok? A gála szó nem biztos, hogy jó kifejezés. Inkább azt mondom, hogy az ünnepi alkalmakat szétszedtük. A Mozdulj Közhasznú Egyesület több olyan karitatív programot szervez, ahol egy integrált közösséget szeretnénk létrehozni. Ez szolgálja a divatbemutató, és most a következő jótékonysági bál is. Évekkel ezelőtt, két éve szétszedtük ezt a programot, hiszen úgy gondoltuk, hogy maga a bálnak volt egy rész műsorszáma a divatbemutató, ahol fogyatékkal élő férfiak, hölgyek, fiatalok mutattak be gyönyörű kollekciókat éptársaikkal együtt, és mivel ez olyan nagy népszerűségre tetszett, úgy gondoltuk, hogy méltó helye van egy önálló programként megszervezni. A jótékonysági bálunk pedig abban különbözik az egésztől, hogy ott mindig kiszemelünk egy olyan fogyatékkal élő fiatalt, aki sportban vagy művészetben tehetséges, és a bál bevételét neki ajánljuk fel. És azt gondolom, hogy ez az esemény meg is ér egy ilyen önálló estet, ahova jönnek az emberek, és egy kicsit másként fogják szemlélni a világot, hiszen tőlünk megszokott módon fogyatékkal élő művészek, és épp művészek is fognak fellépni, és természetesen azzal, hogy jól érzik magukat, egy kicsit még tudnak segíteni is. Ebben a báli szezonban ennek az egész rendezvénynek igencsak megvan a helye, és megvan a tartalma is. Nagyon sokszor bálok esetében ugye a tombola bevételét, különböző gyűjtéseket, licitálásokat, árveréseket tartanak, pontosan azért, hogy valakit segíteni tudjanak. A Mozdulynál azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, mint ahogy említetted, hogy egy fogyatékkal élő sportolót fogtok támogatni. Tudjuk-e, hogy ki lesz idén? Az idén Harza Márk lesz a kedvezményezett, aki ugyan nem sportoló, hanem egy fiatal tehetséges művész, mert számunkra a művészet is nagyon-nagyon fontos. Ő a sajnos ma már kerekesszékben éli az életét, egy genetikai fejlődési rendellenesség áldozata lett, és emiatt nem tudnak az izületei fejlődni. Nagyon sok bonyolult orvosi beavatkozás vár még rá, műtétek, rehabilitáció, és egyetlen egy célja ennek a kis embernek, hogy színpadon lehessen. Fantasztikusan mond verseket, meséket, fantasztikusan énekel, és azért úgy gondoltuk már 3 éve is, hogy kötelességünk mellé állni, és ez a fajta segítségnyújtás meg is maradt, tehát hogy a kapcsolata Márknak az Egyesülettel azóta és nagyon-nagyon szoros, és most egy ilyen újabb nehézség jött az életében, egy január 19-én egy nagyon hosszú, bonyolult műtéten esett át, a nyaki gerincét erősítették meg különféle lemezekkel, és azért úgy gondoltuk, hogy itt az alkalom, mert a családja nagyon nehéz körülmények között él, hogy megint elkél a segítség Márk számára. A hétköznapok épp úgy hozzátartoznak az életetekhez, mint ahogy ezek a kiemelt események. Hányféle különböző nehézséggel küzdő ember talál közösségre, programokra a Mozdulj Közhasznú Egyesülettel? Nagyon sokféle ember, akik nem csak azért, mert fogyatékkal élik a hétköznapjaikat, hanem talán azért is, mert szociálisan olyan helyzetben élnek, ahol nincs olyan anyagi lehetőségek eljutni akár egy kirándulásra, vagy akár egy olyan közösségi programra, amit talán a Mozdulj Egyesület segítségével át tud élni. És ezek az élmények úgy gondolom, hogy nem csak neki, de nekünk is ugyanolyan öröm. És azt kell, hogy mondjam, hogy 6 éve, amióta az Egyesületünk most már működik, nagyon-nagyon sok olyan személyes barátság alakult ki, hogy az Egyesület programjain kívül is segítik egymást azok a barátok, akik általunk kapták ezt a lehetőséget, hogy barátságot kötnek. Egy picit szeretném, hogyha tényleg részletesen elmondanád, Marian, hogy
ugye én, amikor a rendezvényeken részt vettem, akkor találkoztam kerekesszékes társunkkal. Voltak olyanok, akik csak, és időzeljelbe teszem, és hogyha nem jól fejezem ki magam, akkor mindig zavarban vagyok, akkor elnézést kérek. Tehát voltak olyanok, akik beszédhibásak voltak, voltak, akik látássérültek, hallássérültek, süket némák. Akkor voltak kimondottan, vagy vannak kimondottan az egyesületen belül vakok. Vannak olyanok, akik csak gyengében járnak, de vannak olyanok, akik multiplex szklerózissal élik, sajnos nap mint nap rosszabbul az életüket. Tehát nagyon-nagyon sokfélék ezek az emberek, akik ott összegyűlnek, és az ő baráti körük, és az ő segítőik is beintegrálódnak az egyesületbe. Hány fő jelen pillanatban? Az egyesület magja még mindig az a 12 fő, akik létrehozták ezt az egyesületet 6 évvel ezelőtt, viszont azok a támogatók és résztvevők, akik a programrainkra jönnek, azok most már több száz. És azt gondolom... De nem is akarnak belépni az egyesületbe? Nem is. Vagy ezt nem is akarjátok? Nem is az a cél, hogy konkrétan belépjenek az egyesületbe. Ráadásul az egyesület maga, a tagság nincs is olyan túl nagy szabályokhoz kötve. Inkább azt gondolom, hogy ne az a fajta elköteleződés legyen, hogy én most kötelezően itt vagyok, hanem inkább egy szándék, és az a fajta lehetőség, hogy mi lehetőséget adunk, és esélyt azoknak az embereknek, akik próbálnak csatlakozni a programokhoz. És azért nem beszélve arról, hogy a 12 ember, aki csinálja a programokat, természetesen minden programra nagyon szívesen lát civil segítőket, de talán én úgy látom, hogy az a fajta mag minél kevesebb, és minél egymást jobban ismerő emberekből áll össze, sokkal könnyebb a szervezés mindenféle tekintetben, és talán sokkal egységesebben tudunk így egy-egy program mögé állni, de természetesen nem csak a résztvevőkre, hanem a segítőkezekre is mindig szükség van, és ezt mindig elfogadjuk, bárhonnét is jön ez a segítő szándék. Most, hogy látják ezt a beszélgetést a kedves nézők, akkor gondolom, hogy sokan fölteszik maguknak a kérdést, hogy akkor én most a hétvégén a Dunapalotában levő Mozdulj gálára, bálra hogyan tudnék eljutni? Mi kell hozzá? Egyrészt mindenképpen regisztrálni kell. A mozdulj@hotmail.hu címen küldenek nekünk egy e-mailt, és akkor felvesszük velük a kapcsolatokat, hiszen a bálterem, a Dunapalota bálterménnek a befogadó képessége azért korlátolt, limitált, tehát nekünk előre kell tudni, hogy hányan tisztelnek meg bennünket, de erre lehetőség van, ezt így lehet megtenni, hogy írnak nekünk egy e-mailt. A bálnak a hangulata mindig remek szokott lenni. Kik lesznek most, akik részt vesznek ezen a bálon? Lehet-e már tudni nagyjából, hogy hány fő az, aki már foglalt? 150 fő már foglalt előre helyet, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, és természetesen azért lehet olyan vendégekről is beszélni, akik már a plakáton is kint vannak, és ott lesznek velünk. Erkárpáti Péter Madárverával fogja vezetni a műsort. Természetesen szokásos segítője Mozdulj gálának. Így van, és azt gondolom, hogy a hatos csatorna munkatársaival is találkozhatnak majd a vendégeink. Remek táncosok lesznek, fellépő vendégeink között lesz Dóka Attila és zenekara, természetesen nem maradhat el az integrált tánc bemutató, a nyitó tánca az eseménynek is egy integrált tánc bemutató lesz Tóth Károllyal és Klajkó Szandrával, ott lesz a Roll Dance kerekesszékes tánc együttes, és még sok-sok meglepetés vár a vendégekre, hiszen 5. alkalommal kihirdetjük a hétköznapi hőseinket, ami egy olyan díj, akik azok kapnak, akik az egyesületért az elmúlt évben nagyon-nagyon sokat tettek, és természetesen nem maradhat el a bál hercegének és a hercegnőjének a megválasztása sem. Ez hogyan Ez történik nem egy, a választás? Nem egy szépségverseny, nem kell megijedni, hanem velencei karneváli hangulatot hirdettünk meg, és akik a legautentikusabb jelmezben érkeznek, hogy méltón indulhatnak ezért a címért, azok közül fogja a zsűri megválasztani a bál hercegét és hercegnőjét. Azt gondolom, hogy egy picit ilyenkor az emberek
szeretnek szépen fölöltözni, kicsit jobban kitenni magukért, és közben meg szeretnek nagyon lazítani. Szövődnek-e ilyen alkalmakkor barátságok? Mennyire zártak az asztaltársaságok? Mi a tapasztalatod? Nem hinném, hogy zártak, bár azért kaptunk már olyan megkeresést, hogy ki kivel szeretne együtt ülni, és természetesen mi ezt az igényeket szeretnénk kielégíteni, de azt gondolom, hogy a tánc, a báli hangulat össze fogja hozni az embereket, sőt azt mondom, hogy azok a hölgyek sem fognak unatkozni, akik esetleg férfi partner nélkül érkeznek. Létezik ilyen, hogy el szoktak menni úgy társaságok, hogy nem párral mennek a bárra? Bizony, bármennyire is csoda, az idén is lesznek olyan hölgytársaságok, akik jönnek együtt baráti társaságként vagy barátnőként, és azt gondolom, hogy azok a hölgyek is méltó helyet fognak elfoglalni a bálozók körében, és erről az a meglepetés program fog gondoskodni, amiről most még nem beszélhetek. Sok-sok meglepetéssel készültök, egy picit a bálon lépjünk túl, és menjünk rá a hétköznapokra. Ugye a mozdulj megváltozott kép, nem jó? A bálon túl egy picit menjünk, lépjünk tovább. Lesz-e idén is tandem túra, szerveztek-e egyéb hétköznapi programokat is a mozdulj tagjainak? Persze, ez nem is kérdés, hiszen épp a múlt héten kaptunk ajándékba egy 5. tandem kerékpárt, ami azt jelenti, hogy a mozdulynak most már 5 kerékpárja van, és az azért nagyon jó, mert kisebb hétköznapi programokat, kirándulásokat is tudunk szervezni. A környezetünkben élő látássérült barátainkat bármikor el tudjuk vinni egy hétvégi kerekezésre, ami nagyon-nagyon jó, nagyon örülnek ezek a látássérült emberek ennek a lehetőségnek, és gőzerővel készülünk a nyári kerékpártúrára, ami augusztus... lehet már tudni? Lehet, persze, ezt már egy évvel ezelőtt kitűztük. Augusztus 15 és 20-a körül szintén ismét kerekezünk a Balatonnál, és az idén egy felhívást is fogunk közzétenni, hogy minél többen csatlakozzanak augusztus 19-én hozzánk, amikor egy rekordkísérletet fogunk végrehajtani, ugyanis az eddig legtöbb számú tandembiciklit és kerékpárt szeretnénk egymás mögé felsorakoztatni. Reméljük, hogy sikerülni fog. Mondtad, hogy 12 fővel alkotjátok azt a magot, amely az összes rendezvényt csinálja. Te egy praktizáló, rengeteget dolgozó fogorvos vagy, családos. Hogy van rá időd, energiád, és mi az, ami motivál? Ez nagyon érdekes, mert még egyetemista koromban találkoztam egy mentorommal, akinek ma is még a gondolata fülembe szól, hogy arra van időd, amire akarsz. És egy kicsit ez a segítő szándék bennem és az egész családommal, illetve Móni, Tálos Mónival, a testvéremmel valahogy belénk ivódott a családunkból a nagymamám segítségével. Egy kicsit egy ilyen küldetéstudatunk van, hogy ezt kell csinálnunk, mert nagyon jó, hogyha segíteni tudunk másoknak. És ha azt meg úgy tesszük, hogy mi is nagyon élvezzük, azt hiszem, hogy abból egy nagyon jó dolog fejlődik ki, ez a mi hobbink. Móni gyógypedagógus, én orvos vagyok, van köztünk szintén orvos, még tűzoltó is, és sportmenedzser is, fogtechnikus, reklámszakember, és ők mind dolgoznak. És a saját munkánk mellett ez az egyetlen egy közös hobbi, ami összehoz minket. Hát mások a autóversenyekre járnak, vagy úszni járnak. Mi egy kicsit így csináljuk, hogy segítünk, és így sportolunk, így járunk színházba, és így segítünk másoknak. Reméljük, hogy mindegyikötöknek megmarad az ereje, és a közös hobbija, hogy segíthet másokon is. Nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, tehát szombaton, 17-én mozdulj gála a Dunapalotában, amelynek fő támogatója, illetve fő média partnere, együttműködő partnere a 6-os csatorna. Mi ott leszünk, remélem önök is. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.